Tamási Zsolt duplázott a Vasas ellen. Középpályásunk ráadásul fejjel is eredményes volt, ami ritkaság számba megy nála. A gólokat Gárdos András készítette elő neki. Még talán nem is fejeltem volt. Úgyhogy az nekem nem egy erősségem, viszont tehát ezt a beadást, amit mint a Gárdi adott lényegében, annyira nem volt nehéz dolgom, bele kellett csak tenni a fejemet, mert tényleg egy kiváló beadás volt. Örülök, hogy sikerült gólt szerezni mind a két beadásomból. Sokat gyakoroljuk. Most a válogatott szünetben volt egy olyan edzés, amikor csak szinte beadtam jobb oldalról, illetve kedden is Dejánnal külön gyakoroltuk a beadásokat, érkezéseket. Jó is, hogy cseréltünk, és nem csak érkeztem, hanem beadtam is. Nekem a Kuni gólja is nagyon tetszett, mert gyönyörű volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy elsősorban annak, hogy nyertünk, másosorban annak pedig, hogy ilyen szép gólokat rúgtunk. Nem először fordít csapatunk meg egy meccset a maga javára. Valamiért sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy hazai pályán futnunk kell az eredmény után. Igen, sajnos nem sikerül úgy kezdenünk a meccseket, illetve helyesbítenék, ezt a meccset úgy kezdtük, ahogy kellett, szerintem. Tehát megvolt egyes, az első percben volt egy lehetőségünk, ahol sajnos a kapufáról kifelé jött a labda. Úgy gondolom, hogy utána is szervezettek voltunk, viszont sajnos megint egy pontrúgás, egy figyelmetlenségből hátrányba kerültünk. Én ugye ilyenkor nem szoktam védekezni, hanem sorfalba szoktam állni, szóval nem tudom, hogy milyen, sosem voltam emberfogó oldalszabadrugásoknál. Ez egy rögzített szituáció. Úgy látszik, hogy ez most nehéz a csapatnak levédekezni, és elég sok gólt kapunk pontrugásból, de remélem, hogy ez meg fog fordulni, és gyakoroljuk a védekezést is, szóval most úgy érzem, hogy egy kicsit magasabb is a védelmünk, ugye a Dvorsák Gabi játszott, ezért azért pontrugásoknál azért jobban tudtunk koncentrálni, kár, hogy kaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Utána már egy kicsit akadozott a játékunk, de én úgy gondolom, hogy igazából akkor is stabilak voltunk, nem volt úgy az ellenfélnek olyan lehetősége, sőt, még talán mi alakítottunk ki utána is lehetőségeket. A második fél idő pedig úgy gondolom, hogy az olyan volt, amilyennek lennie kellett. Sajnos pontrugásból elég sok gólt kapunk. Figyelem kérdése igazából, tehát nyilván a mesterek is minden egyes mérkőzés előtt felhívják a figyelmet a pontrúgásokra. Nem tudom tényleg, hogy ez miért van így, hogy mindig egy pontrúgásból, és az a legnagyobb baj, hogy nem, és hát a legnagyobb, úgymond a legfájóbb, hogy nem azért, mert egy két méteres ember lefejel minket, mert nyilván az benne van, illetve annak se kéne benne lennie, de azt még azt mondom, hogy megbocsátható, hanem az ilyen lecsorgó labdákra mindig az ellenfél ér oda, és ezeket minél előbb ki kell küszöbölnünk, mert tényleg az nagy szó azért, tehát az a csapatnak a tartását mutatja, hogy mindig fel tudunk állni, de azért jobb lenne, hogyha egyszer mi mennénk el előnyre. Legutóbb ez Siófokon se jött össze, akkor is hátrányba kerültünk, és akkor is két pontrugás után. Erre most biztos, hogy sokkal jobban oda kell majd figyelnünk. Reméljük, hogy ez pont most fog megváltozni, és nem fogunk, tehát oda fogunk figyelni tényleg az első perccel az utolsóig a pontrugásokra. Én úgy gondolom, hogy előrefelé mindig egy, minimum két, egy gól mindig bennünk van. Tehát én azt mondom, hogy 95%-ban, ami nem kapunk gólt, akkor meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Siófokon régi ismerősökkel is találkozhatunk. Egykor játékosaink Lorenz Márton, másfél éve, Csillus Tamás nyáróta van a Balaton partján, és kire tudná, Gárdos András is játszott itt egykoron. Most valószínűleg egyikkel sem fogok párharcolni, ha jobbeket fogok játszani a meccsen. Ha előjátszanék, akkor valószínű, hogy a Lorenzzel többet találkoznék, de hát ugye vannak ott régebbi ismerősök, a Fehér Zsolti, ugye nekem Siófokon csapattársam volt, a Nagy Dani, szóval azért lesznek ismerős srácok, de hát most már régóta a Soroksár színében focizok, ez a negyedik évem, szóval nekem csak a Soroksár számít. Leendő ellenfelünk eddig pocsék szezonon van túl, két ponttal gyűjtöttek többet, mint a már kieső helyen tanyázó MTE. Mihalec István gárdája 13 fordul alatt mindössze 8 gólt tudott összehozni. Csak összehasonlításként együttesünk eddig 26-ot. Nem kérdés, hogy melyik csapat van jobb formában, de ebben a bajnokságban az előzetes forma mit sem számít. Persze bizonyos önbizalmat ad ez, hogy legyőztük a Vasast, és gondolom, hogy tényleg egy jó játékkal.
De nem szabad messze menő következtetéseket ebből levonni, mert ha visszaemlékszünk, az előző válogatott szünet után első helyről mentünk az akkor kieső vagy nagyon hátul lévő Mosonmagyaróvárhoz, és igazából nem tudtunk nyerni, sőt kikaptunk. Úgyhogy persze ez egy plusz dolog, de gondolom nekik is azért egy motiváció lesz ez, hogy tényleg egy jó csapat látogat hozzájuk, és mindent megtesznek. Meg hát lényegében olyan helyzetben vannak, hogy nekik nem szabad nézni ellenfelet, pontokat kell minden mérkőzésen hozni. Az Elek Bence azért egy NB2 szinten egy jó csatárnak mondható, azt hiszem tavaly is rugott nekünk gólt, de ugyanúgy a pontrugásoknál ugye a Lorenz Marcit is ugye oda kell figyelnünk rá. A Siófok azért jó nevekbe álló csapat, biztos, hogy előrébb fognak végezni a bajnokságban, mint ahogy most állnak. Én egy nehéz mérkőzésre számítok mindenféleképpen. Tényleg nagyon szeretném azt, hogy megpróbáljunk egy mérkőzést lehozni úgy, hogy ne kapjunk gólt, és akkor én biztos vagyok abban, hogy győzelemmel fogunk hazatérni. Csak nyerjünk, ezt számít. A mérkőzés vasárnap késő délután 5 órakor kezdődik.